platform. Cyber! Oh. Up there! Who's next? Take cover! Yes. Merre lövöldöznek ezek a... Ó! Oh. Sniper! Next! Oké, okay, az megvan. Kicsit nyíltan vagyunk itt, nem? Innen még balról. Ez is bebúgatta a rendszert? Ez másodjára történt már. Ez már másodjára történik! Snipers! Ez valahogy másodjára történik. Van a sniper. Baszki, pont a kér... Oh, yeah. Megvan. Itt fog jönni a következő cucc. A legnagyobb hátraarc. Sweet. Mi helyet vettem fel a... Don't mind if I do. Oké. Van? Volt ez még valaki, nem? Let's go! Cole, hol a picsába van? Fight through the pain! Oké. Na most. Oh yeah! Hogy kerülnek mellém? Next! Kapta. Ó,
kodzom? Megvan. És csak jönnek és jönnek. Valahogy... Scratch one crumb. Még mindig vannak? I'll take those. Oh yeah! Megvan? Okay. Here it comes. Get ready. Call Bear. Get up there. I'll be right with you. Let's go. Let's go. Oh, shit. Azt hogy ugrasz fel egy ilyen vonatra, bazzik? Damn it. Oops. Ichimaru Jin, köszi a 42 manabot. Almost köszi a 32-t. We'll catch you right on Raven. Sorry, guys. It's okay. Anya, what are we looking at? Okay, the bomb is at the front of the train, and there are plenty of locusts on board. You've got to get going now. Kurva sok locust van. Baszt. Előre kell küzdeni magunkat, mert elől van a light mass bomb. Ja, ez egy fuel tank. Jó. Ez gond. Menjünk tovább, srácok. Ez így elég basszón néz ki egyébként, tényleg ez a vonatos. Ú, a kurva életbe! Tudtam, tudtam, ez állati veszélyes így. Ez már a legvége a játéknak, srácok, azért ilyen nehéz. Let's move out. Ezt a Mubotnak mondtam, srácok. Ő itt van. Kiszületesen szűk helyre vagyunk zárva ezekkel a nagy AOE-t okozó fegyverekkel. Annyira gyorsan újra pozícionálja magát az íjász, amúgy kegyetlen. Azt nem lehet szétlőni? Tesztőr! Fire in the hole! Oh yeah! Oké. Óvatosan. Biztos, hogy fel lehet robbantani amúgy. Scratch one crumb. Sok értelme nincsen a... Látjátok, fuel tank. Sok értelme nincs itt a snipernek, úgyhogy próbálom elhasználni normálisan, vagy jól. Ez a nem normális elhasználása, de ez is jobb, mint hogy csak simán leraknánk. Most pedig felvettem hozzá lőszert. Mert egy igazi seg vagyok. Mondjuk ennek most így nem volt. Wow, rossz. Ha már fel van húzva és ellövöm, akkor eldobja. Azt hittem, hogy ezt komolyan gondolja. We've got Nemesis on the radar.
That's not good. Kirai. Move in! Damn it. Jack, open this door. Onan. Great. Now what? Are you kidding me? Berserker! You're in it. Mit keres egy berserker a vonaton, bazd meg? Melyik baromhoz berserkert a vonatra? Anya, we're using the Hammer of Dawn right now. Negative, Delta, you can't. Not with all those nemesis dinking the sky. Fine, we'll go to Plan B. We got a Plan B. A fuel tank? Hell no. Shit. Shit. Ez a harmadik nemesis, vagy berserker, amivel... Neki, futtassuk neki a fuel tanknek! Ha neki fut, felrobbant, vagy fel kell robbantanom? Nem volt valami jó. Van egy gomb. Van a csalnunk a másik kocsira, és lecsatlakoztatni. Ő viszont pont a peremen állt. Úgy gyerip. Neston, köszi szépen! Phoenix, Hoffman's picked us up, we're on our way. Affirmative. Here they come. Who's next? Take cover! Próbálok. Let's keep moving. Nem már, hogy repülő polipon lovagló faszok buklónak az ablakból! Gyere le! Gyere le a kurványára! Gyere le! Jézus Mária! Azért mindennek van határa, baszki! Jézusom! Ez nem ér, eltaláltam. Ezt is. Oh, yeah. Jó. Tessék kibújni. Nem bújt ki. Delta, good news. You've got chains on them. Get to the chain gun! Ez az. There's a ladder. I'm on it. Watch our back. Ott vannak a chain gunok. Bassza meg. Reavereket el kell pusztítanunk. That's the ugliest damn thing I've ever seen. OK.
2000-es évek divatja minden játékban, turret section! Legalább 5! Jobb oldalra megyünk, próbáljuk a jobb oldali. Jobb lesz a jobb oldali. Aha, a torkbóból lövik amúgy a nyilat. Az robban ránk. Minek az árnyéka az ott? Dom? Jaj, értem. Vigyázzat, jön megint! Igen, megint ránk robbant. Tehát azt hittem, hogy Dom megfogja a másik chaingun. Hölgyeim és uraim, Dom baszik rá! Csingámba. Na mi van, ez miért több lövés? Hú, ez valami baszógép. Verzió. Edition. Minden. Persze. Aha, ezek az immolation-es tudszok, akik robbannak, és sokan vannak. Szinkron. Négy kocsival előttünk, azt mondta. Nagyon jó. Oh, yeah. Bossza meg! Who's that? Ez az. Aha, két út van itt szerintem, és a másikon kellett volna mennünk. De legalább lett lőszer, szerintem itt erre, ha. Most eloldjuk ezeket az utcokat. Várj, a snipertől meghalt? Nem? Tudtam. Annyi, olyan gyorsan teli belő, bazd meg ezzel a torkbóval, hogy hányok, baszki. Kegyetlen. Nagy köszi a 3 hónapot. Írok olyan köszi a 21 hónapot. Let's move. Tehát a bal lesz a jó úton, és a Reaver-öket kellene lelőjük, akkor lelőjük ezzel, a faszomat érdekli.
középen volt, ez az. Itt csak őt akartam megölni. Most jön a Reaver. Ez az. Ez az. Ez az. Két Reaver volt az előbb, nem? Másikat lelőtte volna, a dom ki van zárva. Á, szívat, szívat! Te legalább itt vagy nekem. Köszi. Itt van Jack. Hogy hol? Brecs. Mi a faszom? Itt ugrálnak be? Ezek mind brecsek, ugye? Igen. Oh, yeah. Másik oldalra jönnek, amíg Jack itt, nem tudom, áll, mert amúgy nem csinál semmit. Addig ezek itt ugrabugrálnak. Jó, mindig a robbanásra figyelni kell. Mert az elég nagyot tud sebezni. Főleg, hogyha egymás után kapod be. We'll pick you up as soon as we plant the data. Woo! Yeah, baby! Come on, man! Take him out! 40 másodperc! Your house, baby! Your house! Give it a pay! Ez most mi ez az idő? Nem tudom, hogy sietnünk kell, de én sietek. Scratch one drop. We have to jump! Oh. Approaching target. GPS shows that you've picked up speed. You don't have much time. Let's go. We're almost there. Tele vagyunk gránáttal, jó. Szóval ennyit kellett lefutni itt keresztül a vrecseken. Mert lekapcsolták a mögöttünk lévő kocsit. Azért kell sietnünk. Elég durva endgame vonat, mi? Lancerünk van, mindenünk van, jó. Let's do this. Argus, you gotta drop that data right now! You still have it? Oh yeah, I do. Right here. Itt van a generál, a barátsnak. Nagy, köszi szépen, ott várom a napot még egyszer. Ó, és megjöttek a nagy fényágyúval, megjöttek Kólig. Ugye egy csomó krillel van körbevéve, akik azonnal darabokra szaggatnak. Ő rám, a final boss.
Faster! Enemy spotted! Ez várható volt. Rohadt nehéz ez a rész. Egy csomóan megcsinálták a final boss-t. Messziről kell lőni, az a lényeg. Szarrá kell lőni messziről. Nem pause, skip. Még most egy kicsit messzebb van, most rányomjuk a lenszöt. Rálőjük az összes lenszöt. Közel fog jönni. Gránát tartogatási taktika volt. Here we go. Gyerünk, Lightmassbomb! Ott a data. Ugye ez az a data, amit Jack hozott az alagút hálózatról. Hey, on our way. Az adatok alapján meg vannak adva a koordináták, hogy merre kell menni. Na ugye? So, what are we doing tomorrow? Successfully deployed the light mass bomb. We have destroyed the enemy stronghold. This war has exacted a heavy price from all of us. It has torn our world apart. But you have my word that we will rise again. They do not understand.
They do not know why we wage this war. Why we cannot stop. Will not stop. Why we will fight and fight and fight. Until we win. Or we die. And we are not dead yet. Ooh, be a force! Srácok! Gears of War! Első rész! Ahogy nézem, ha 23 perc alatt hajlandó kiforogni magát a credits, akkor még a második részben is bele fogunk kezdeni, hogy rohadjon meg, de egészen elképesztő ez a játék, és ennél még elképesztőbb volt 2007-ben. Állejtős, megőrülős, mindenes. Egy katyvasz játék volt, srácok, az elejétől kezdve, rettenetesen jó mechanikákkal, nagyon-nagyon látványos prezentációval, egy Cliff Bleszinskivel, aki összegyúrta a Warhammert, az Alient, a Predatort, a Starcraftot, mindent összegyúrt, amit szeretett fiatalabb korába, de nagyon hamar identitása lett a játéknak ebből az összegyúrásból. Markus egy igazi karakter lett, az összes úgymond bajtársa a Delta Squadban is egyéni karakter lett. És mondom, a fasz a gameplay-jel együtt egy külön franchise-á vált. És ez azért elég állat dolog. Anyám, muszáj lesz lejjebb csavarni ezt a zenét, nehogy gond legyen belőle. Úgyhogy látjátok, hogy nagyon sok műfajból nagyon sok mindent nyúltak úgymond le, viszont összegyúrták egy olyan egészé, amiből gyakorlatilag 2007 óta még jött 4. Külön epizód, extra epizód, körökre osztott játék, meg egy egész fenomén. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy elcsenni ezt az egyáltalán nem bűn, hogyha az ember jól tudja felhasználni. Az öreg Jobs mondta, ugye, hogy a jó művészek másolnak, a zsenik pedig lopnak. És a kettő között nagyon nagy különbség van. A között nagyon nagy különbség van. Úgyhogy, ja, a Judgmentet hova kellene beiktatni egyébként, szerintetek? Hova kellene beiktatni a Judgmentet sorrendben? Igen, előzmény. Én is, köszi szépen, Sanyi Szló, én is így állok hozzá, hogy a 3 és a 4 közé fogom betenni. A 3 és a 4 közé. Jó, oké. Kiegyezés van. Ritka, de kiegyezés van. A csöttel. Úgyhogy, ja, a 3 és a 4 között megejtjük a Judgmentet, mint előzményt. Mert a 3 main game-en azon végig kell forogni. A 3 main game-en azon végig kell forogni. Faszán. Ezt Picasso is mondta? Szerintem ő mondta először, szerintem. És Jobs csak megismételte. Jó, úgy fogjuk elhelyezni a dolgokat. Szóval isteni a Gears, isteni egy valami, mint franchise, és nagyon jó újra játszani vele. Mondom, nekem régen a kettő volt a csúcs, azt elmeséltem nektek tegnap, hogy miért, milyen szempontok alapján, de az volt a csúcs egyébként. A kettő, kíváncsi vagyok, hogy most így az öt részt végigrángatjuk majd egy adott időn belül, akkor most milyen érzés lesz, hogy melyik lesz a legfaszább. De én gyanakszom, hogy az. Én nem tudom streambe inszénen játszani, srácok, mert akkor nagyon sokan fogják dicsérni a zenét. Sajnos. Nem, a Tactics-ot azt nem fogjuk tolni. Azt toltam már, játszottam a Tactics-szal, de azok a játékok kevésbé gördülnek jól. Milyen király, mindenki üzent valamit a fejlesztők közül.
mindenkinek van egy idézete, mint annak idején a gamer magazinokban, a ilyenekben. Itt bizony jó pár srác nagyon-nagyon jól forgatta alapjait. Az a baj, nincs PC-n a második rész? Bizony, az nagy baj. Meg hogy abból nem készült ugye ilyen remaster. Az is gond, bár elméletileg ugye magasabb felbontásban rendeleli ki az Xbox Series X a backwards compatibility miatt, de szerintem nem, ennél rosszabbul fog kinézni az első résznél. Ez biztos. Hát várható majd a kettőből, meg a háromból remaster? Szarügy. Nem tudok mit mondani erre. Van FPS boost mód, ugye? Ezekben a játékokban, úgyhogy majd megnézzük, hogy mit tudunk vele eszkábálni. Lehet, nem is baj, hogyha most így leteszteljük. Igen, belekezdek a kettőbe, hogyha abba hagyja a 17 percen belül a kredit. Ha nem, akkor nem. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy így backwards-ba hogy néz ki. Már az is kurva nagy szám lenne egyébként, hogyha 60 FPS-en menne. Ugye, és nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de ugye a 2-t meg a 3-at 30 FPS-en játszottuk Xbox 360-on, csak ugye akkor még nem volt ciki. Hanem akkor még mindenkinek jó volt úgy, ahogy volt. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Egyáltalán milyen élmény lesz. Jó kis 720p vagy 1080i 30 FPS-sel pörgött, annál most jobban kell kinézzen. Igen, a 30 FPS az gáz. Komolyan mondom. A Horizon Forbidden West-nél tényleg szédültem az undortól végig, hogy úristen, hogy lehet ez? Nem voltunk beszárva, hogy nézhet ki így játék. Nem. Ez olyan, mikor valaki megiszik, tudod, mit tudom én, napi 10 sört, és akkor így két ilyen év után megkérdezi tőle, hogy hallod, hogy nem zavarik keserű? De fúj! Emsek, köszi az 58 hónapot! MT Beast, köszi szépen a 18-at, és Ice Color, köszi a 3 évet, GG a vörös becshez. Nagyon szépen köszönjük. Igen, ez már a remaster credits, srácok, ami innen jön, hogy kidolgoztak a remaster részen, hogy magának a main game-nek a creditsét azt végigpörgettük. Jó, na, közben elvágólag áll ez a dolog. Igen, meg lett a cucc, nagyon király. Azt mondja, hogy... Közben home-ig megyek, meg átírom a gémet.